Hello, hello! Ma a rakott krumplit fogok elkészíteni kétféle módozatban. Az első féléhez vettem egy ilyen jénai tálat, amiben egy kevés olívaolajat fogok önteni, és alaposan szétpacsmagolom. Magyarul kikenem egy kis olajjal az edényt, majd utána azt megszúrom zsemle morzsával, így a krumpli meg az ilyen tojás ilyesmi nem sül oda annyira, sőt mondhatni, hogy egyáltalán nem sül majd oda az edény falához, és gyönyörűen kihűlt állapotban például mint egy tortát lehet majd szeletelni. Általában ugyebár a rakott krumplinak a fő összetevői ugye a főtt krumpli, a főtt tojás, valami kolbászféle és a tetejére a tejföl. És akkor többen van, hogy ezt melyik megspékelik, ahogy azt én is fogom tenni. Szép egyenletesen legyen a zsemlemorzsa, az a lényeg, akkor tényleg nem ragadod az edényfalhoz. És ugyebár jön a főtt krumpli rétegezése. Most kivételesen nem előre szeleteltem, itt real time fogom felszeletelni a krumplikat, sőt még a tojást is elárulom előre. Voltak épp a rakott krumplinak ez a, ugyebár köztudott, hogy én szeretek úgy főzni, hogy minél kevesebb időt kelljen ráfordítani a munkára vele. És ugye a rakott krumplinál az a jó, hogy egyszer bedobjuk a lábosba hozzávalókat, megfőzzük, addig nem kell vele foglalkozni. Utána pár perc, amíg megpucoljuk. És utána ez az idő még vele, amíg itt berétegezzük, de ez már egy kellemes folyamat. Tojás szeletelővel szépen felszeletelem a tojást. Esetleg valaki kérdezhet, hogy a tojás szeletelőnek a másik végén mi a fene az a kehelyszerű képződmény. Hát ott is lehet vele vágni, oda állva kell berakni a tojást és akkor cikkekre vágja. Ezt csak úgy érdekességnek mondom. Na tehát azt látjuk, hogy volt egy réteg krumplink, burgonya, mielőtt valaki megszólna. És erre gyönyörűen rárétegezek tojást. Mivel én szerettem a tojást sok kerülre, és akkor itt jön még az én módozatom, ami annyit jelent csak, hogy megszúrom egy kis plusz kockára vágott hagymával. Majd rakok rá kolbászkarikákat. Ez ilyen nem csípős csemege kolbász, tehát a kicsiknek sem csípi a szájacskáját. A felnőttnek készített természetesen lehet ilyen lángerős kolbászt belerakni, ha csípjen. Sőt, akkor még javaslom, hogy egy-két erős paprika karikát is dobáljunk bele, az csak megbolondítja. Na, én még raktam bele pár karika ilyen, nem is virsli ez, ez a roppanós fajta füstölt. Füstölt ízű, füstölt jellegű virsli, tehát meg van füstölve. Tehát ez is még egy kis plusz buki. És akkor itt van többféle sajtom összereszelve. Ez ilyen elidámi, mi van még benne, trapistát találtam a hűtőbe. Meg ez a száraz fajta kemény parmezán, azt hiszem, igen, igen, abból is reszeltem egy keveset, de tök mindegy, egyfajta sajt is bőven elég, és akkor ismét megy rá a burgonya. Itt egy kicsit felgyorsítottam, hogy ne legyen oly unalmas, és akkor az, ahogy az előbbiekben is, a burgonyára egy réteg tojás,
És ha rajta van a tojás, jöhet megint a kolbász, meg a virs. Ja nem, előbb a hagyma. Aztán a kolbász. Különben a rakott krumpliba azért jók ezek az ilyen kolbász, van aki szalonna csikokat is rak be, mert ugye süléskor a kifőlő zsírok ugye átjárják a burgonyát, meg a tojást, és ebből úgymond szaftosítják egy kicsit az ételt, meg hát segítenek a sülésbe ugye a zsiradékok. Persze ezt fogyókúrázóknak nem ajánlom, mert kalória az van benne bőven. És akkor látjuk az utolsó sort is, ami szintén burgonya, szintén tojás, és rá a hagyma. Aztán a kis kolbászkarikák, és a végén jön a lényeg. Majd a sajt után. A gyönyörűen kikevert tejfel, vagy tejföl, vagy más néven crème fraîche. Én egy nagy tejfölnek a felét kentem rá, a másik felét meghagyom a másik módozatnak, ugyanis ez az enyém. Párom az a hagyományosan szereti, tehát neki is készítek egy ilyen kisebb porcelán edénykét. Ezzel ugyanazt eljátszanám, de itt most nem szórok bele zsemlemorzsát, tehát itt most csak hagyom a zsíradékot, amivel kikentem, és akkor ugyanúgy bele a burgonya. Tehát ez a teljesen hagyományos fajta variáció. Azért jelentősen felgyorsítottam a műveleteket. A krumplira rámegy a tojás. És akkor ugyebár ide a tojásra csak kolbász és virsli. És ezt még egyszer megismételjük egy újabb rétegben. Tehát ez a teljesen hagyományos fajta. De hát gondolom ezt már mindenki ismeri, mindenki ette. Nagy részünk készítette is. Mert azért nem mindenki konyhatündér, ezt tudom én is. De higgyük el, jó kikapcsolódás az néha. Egy kis főzögetés. Most itt megint csak azt látjuk, burgonyára megy rá a tojás. Kérdezhetnénk, mi van akkor, hogyha a következő rétegnél már nem a burgonyát tesszük előbb, hanem a tojást, de hát minek tennénk, tartsuk be a sorrendet. Nos, itt is azt látjuk, rárakom még az utolsó virsli és kolbászkarikákat. Az egészet befejezem burgonyával. És itt is jön majd a tejfölhegyek. Tehát a nagy doboz tejfölnek a maradék felét ide rápepecselem. Lehet, hogy legközelebb azt is ki fogom próbálni, hogy a rétegek közé is rakok tejfölt, mert miért ne? Mert megérdemlem. utána most megy be a sütőbe. Én addig szoktam sütni, amíg már szinte az égés határára, de gyönyörűen barnuljon meg a tetején a tejföl. Tehát most itt a videón a színhatások miatt nem lehet majd olyan látni, de nagyon látni, de ilyen gyönyörű barnásra sült a teteje. Bár azért lehet látni, sőt inkább úgy látszik, mint hogy egy kicsit megégett volna, de higgyétek el, hogy nem, és rettenetesen finom volt. Ha kihűlésig hagyjuk, akkor gyönyörűen lehet szeletelni. Jó étvágyat, ha valaki elkészíti. Sziasztok!